ma az egész országban a költészet kerül a középpontba. Irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal és versenyekkel tisztelgünk a magyar líra előtt. A Szabadhegyi József Attila emlékműnél kezdődtek a költészetnapi megemlékezések Győrben. A jelenlévők az alpolgármester szavai után a Kaméleon Színjátszó Egyesület ünnepi műsorát hallgathatták meg április 11-én, az egyik legnagyobb magyar költő születésnapjának évfordulóján. Születésemtől kezdve más sem kapta osztályrészül, mint nyomorúságot, éhezést és szeretetlenséget. Ez pedig már a Széchenyi tér, ahol Miksi Attila és Kis Balázs ötlete nyomán gyűltek össze az irodalomkedvelő diákok csütörtökön. A fiatalok előzetes regisztrációval jelezhették részvételi szándékukat. Hozzám a költészet áll közel, de József Attilát is szeretem, hiszen egy csodálatos költő, egy fantasztikus verseket író személyiség, egy összetett, nagyon jelentős, nagyon erős európai személyiség volt, és hát nem véletlenül csodálatos verseket írt, és hát emiatt nyilván imádom. Természetesen a kezdeményezést szívesen támogatta a város vezetősége. Dr. Somogyi Tivadar szerint is fontos az irodalom ápolása, az értékek őrzése. Akkor, amikor futunk, lótunk, interneten lógunk, nincs időnk esetleg, pedig nem kellene sok időt felszámítani a versekre. És ez a mai nap, ahol egyszerre Győrben 600 gyerek fog József Attila verset szavalni, valamilyen József Attila verset szavalni, remélem, hogy felhívja az emberek figyelmét, hogy néha-néha üljünk félre, néha-néha vegyünk elő egy verses kötetet, és egy kicsikét mélyedjünk el a versekbe. Délután 3 órakor aztán 634 József Attila vers csendült fel szerte a belváros utcáin. A több mint 600 résztvevő mindegyike egy külön alkotást szavalt el a költőtől, aki éppen ezen a napon született Budapesten, és akire a többi magyar költőhöz hasonlóan érdemes emlékezni, és nem csak április 11-én.